Igen, ennek a videónak azt a címet adtam, hogy utálom a karácsony, de azért ez nem teljesen igaz, hiszen nem a karácsonyt utálom. A karácsony az egyik legszebb ünnep az évben, ezt én magam is vallom, és én magam is nagyon szeretem ezt a meghitt és bensőséges ünnepet. Én inkább a körítést nem szeretem, ami ehhez az egész karácsonyi időszakhoz kapcsolódik. Ugye maga a karácsony és a Szenteste, ugye december 24-e és az azt követő 2 nap. Viszont előtte már, hát már most megkezdődött, ugye november vége sincs még, de már most megkezdődött az az iszonyatos hajsza és az az iszonyatos roham, amit azért futunk, vagy futnak emberek, hogy ajándékot vásároljanak a szeretteiknek. Ami alapjában véve egy, még mondhatjuk azt is, hogy szép dolog lenne, hiszen meglepetést szerezni, örömet szerezni a családtagjainknak az egy nagyszerű dolog, ebben egyetértünk. No, de az, ami manapság történik, és ugye már mondjuk sok-sok éve a karácsonyhoz inkább ez az érzés kapcsolódik, hogy minél inkább túlszárnyalni az előző évek ajándékát, minél nagyobb, minél drágább ajándékot vásárolni, hát ez nekem nem igazán tetszik, és sohasem, én sohasem ilyen szempontból közelítettem meg a karácsony. A karácsony a számomra a szeretetről szól, arról szól, hogy tényleg a családtagjainknak tudjunk örömet okozni. És hát, ugye, ami kapcsolódik még a karácsonyhoz, én mostanában hallottam néhány adatot ezzel kapcsolatban. Ebben az időszakban, tehát így az év utolsó hónapjában, ez a legnagyobb vásárlói időszak, amikor az emberek a legtöbb pénzt költik el az üzletekben. Hallottam egy ilyen adatot, hogy csak ebben az egy hónapban több mint 900 milliárd forintot költ el csak a magyar lakosság az üzletekben. Azért ez egy szép nagy szám, igaz? És akkor ehhez azért tartozik még egy szám, hogy a tavalyi évhez viszonyítva körülbelül olyan 10%-kal emelkedik a felvett személyi hiteleknek az állománya, az összege. Azért ez meg egy még szebb szám, hiszen most ha belenézel, rengeteg ember úgy költ el pénzt ilyenkor, hogy ami nincs a zsebében, amit valakitől, mondjuk egy banktól kölcsönként. Hát azért ez azért szomorú. Na én most két okból csinálom ezt a videót. Az egyik, ha te valóban olyan ajándékot akarsz venni a szeretteidnek, a párodnak, legyen ez akár a férjed, feleséged, barátod, barátnőd, bárki is, én tudok javasolni neked egy olyan tényleg hasznos, tényleg és mégis luxus számban menő ajándékot, ami nem fog egy vagyonba kerülni, viszont garantálni fogom azt neked, hogy a párod a nyakadba ugrik örömében, amikor meglátja majd ezt az ajándékot. Hogy mi ez? Itt a videó alatt találsz egy linket, kattints egyszerűen rá, és meg fogod találni a megjelenő oldalon mindent, amit erről az ajándék ötletről tudni lehet. Ez az egyik dolog. A másik dolog, szintén ennek az oldalnak az alján, ami majd meg fog jelenni, találsz egy linket. Hiszen ahhoz az ajándék ötlethez egy nagyon komoly üzleti lehetőség is kapcsolódik. És ha te azt szeretnéd, hogy egy csapásra megold a két problémát, legyen egy nagyszerű ajándékod, amit a párodnak oda tudsz adni, és aminek örülni is fog, és ami miatt majd téged úgy fog szeretni, és úgy fog tisztelni, mint még sohasem, és egyben szeretnél egy olyan bevételhez jutási lehetőségbe is belenézni, amivel akár karácsonyig egy nagyon komoly összeget is kereshetsz már, akkor ez az ajánlat ez most mindenképpen neked szól. Én azt javaslom, nem kell más tenned, egyszerűen kattints arra a linkre, amit megtalálsz itt a videó alatt, nézd meg ezt az oldalt, aztán ha tetszik, az az ajándékötlet, amit én ajánlok neked, egyszerűen vásárold meg, ott van hozzá minden lehetőség, illetve az oldal alját mindenképpen nézd meg, kattints rá az ott található linkre, és meg fogod látni, hogy mi az az ötlet, amivel én is dolgozom, és amivel akár karácsonyi nagyon komoly bevételre tehet szert, és ezt csak akkor fogod megtudni, hogyha rákattintasz arra a linkre. Na ennyi, ez legyen egy meglepetés akkor az én részemről a számodra, és hát ahogy mondtam, az én célom az, hogy a te karácsonyodat is, akár ezzel a kis meglepetéssel, kis ajándékkal boldogabbá tegyem, és gazdagabbá tegyem.
No, hát akkor működjünk együtt ebben a dologban. Én köszönöm a figyelmedet, kattints itt a videó alatt található linkre, és nézd meg azt, hogy mit küldtem neked. Köszönöm a figyelmedet, további szép napot neked, Szilágyi György vagyok. Szia!